Hello my friendek, hogy vagyunk, hogy vagyunk? Ma arra fogok reagálni, hogy milyen pletykákat hallottatok rólam, vagy mit feltételeztek rólam. Nem olyan régen láttam elkezdődni ezt a fajta videótípust, hogy mindenki arra reagál, amit pletykákat hallottak róla. És én is nagyon kíváncsi lettem, hogy vajon mi az, amit rólam hallottatok, és én még nem hallottam. Vagy mi az, amit alapjáraton amúgy feltételeztek rólam. Úgyhogy most ezt fogjuk megnézni. Instára kitettem, hogy írjátok le, hogyha hallottatok valamit, vagy hogyha van valami olyasmi feltételezésetek, amiket mondjuk még nem hallottam magamról, vagy hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, mindegy. Szóval ezt kitettem Instára, és akkor most rá fogjuk nézni, és megbeszéljük. Emilio ékrokona vagy, ez valószínű azért hallottam, mert a drága családomban szerepelt aput többször is. Na, nem vagyok Emilióéknak a rokona, se én, se melyik családtagom. Csak apa és Emilio jóban vannak, és ezért szoktak nálunk forgatni, vagy apuval forgatni, de egyébként semmilyen rokoni kapcsolatban nem állunk. Azt hallottam, hogy van barátod. Igen? Én örülnék neki a legjobban amúgy. Azt hallottam, hogy Marisékkal laksz, ez igaz? Nem, ez nem igaz, és nem is tudom, hogy hogy jött, de nem lakok velük. Azt feltételezem, hogy el szeretnél költözni otthonról, egyedül szeretnél élni. Na, szerintem, amit elmondhatok, amit amúgy szerintem mindenki érezni fog egy idő után, hogy ahogy egyre jobban idősödsz, szeretnél kirepülni, szeretnéd saját magadat fenntartani, szeretnéd a saját dolgaidat intézni, meg hát mind szeretnél egy kicsit függetlenem lenni, vagy akár teljesen. Én mindig is úgy gondoltam már egészen kisebb koromtól, hogy én hamar fogok elköltözni itthonról, mármint kvázi hamar ilyen 18 és 20 év kor között. És persze azzal sincsen baj, hogyha valaki később költözik ki. Csak én úgy vagyok vele, hogy minél hamarabb a saját lábadra állsz, annál hamarabb leszel rendesen, igazán felnőtt. És egy-két éven belül én azt látom, hogy már külön fogok élni. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ja, és azért azt hozzá szeretném tenni, hogy nem azért szeretnék elköltözni, mert bármi probléma lenne itthon. Én tényleg áldottnak érzem magam, amiért ilyen szuper családom van. Csak egyszerűen azt gondolom, hogy ez is hozzátartozik a felnövéshez is, illetve a felnőtti váláshoz. Én azt hallottam, hogy saját cukrászdád lesz méghozzá Tokajban. Na, hát nem mostanában lesz ez, és nem is Tokajban, de igen, majd egyszer szeretnék egy saját cukrászdát, viszont akkor tudja, hogy nem Tokajban, hanem akkor inkább már a Budapesten. Budapestet gondolom a legbiztonságosabb helyszínnek a cukrászdanyításhoz. Azt feltételezem, hogy nagyon finom ételeket készítesz. Hát, ezt nem mondanám. Attól függetlenül, hogy cukrász vagyok és sütni tudok, főzni kb. Egyáltalán nem. Sőt, egyébként egy kicsit talán még analfabétának is érzem hozzám magam. Egyszer csináltam mézes mustáros csirkét, ami nagyon jó lett egyébként. Illetve hát Finnországban is ugye saját magamra főztem. Viszont nem mondanám magamat olyan nagyon extrásan, hú de jó szakácsnak. Sőt, igazából nem is nagyon próbálkozom vele. Én arra gondoltam, hogy ha majd tényleg teljesen magamra kell főznöm, akkor vajon hogy s mint fog menni. Ezért egyébként gondoltam is arra, hogy kéne csinálnom egy olyan sorozatot a csoportnál, hogy megtanulok főzni. És akkor az Andi segítene nekem, hogy meg tudjak tanulni főzni, mert ő nagyon jól főz, és egyszer szeretnék olyan jól főzni, mint az Andi, de az még nem most van, szóval nem csinálok jó kajákat, mert igazából nem is nagyon csinálok. Nem szereted a giroszt? Na, ez amúgy nem tudom, hogy honnan jött nektek, vagy neked, de tényleg, utálom a gyrót. Azt, hogy nem szereted azt, amit csinálsz, például cukrászat, videózás. Na, álljunk meg egy pillanatra. Szerintem, hogyha valaki, akkor én biztosan szeretem a szakmámat, és a videózás pedig egy olyan dolog, amit hogyha nem szeretnék, akkor nem csinálnám. Szóval teljesen felesleges ilyesmiket gondolnatok. Nem voltam még igazán szerelmes valakiben. Ez így van. Azért azt tudnotok kell rólam, hogy egy barátom volt, amióta élek. És az is 15 évesen, tehát elég régen. És 2 hónapig voltunk együtt körülbelül, és nem alakultak ki nagyon mély érzelmek. Úgyhogy igazán szerelmes még sosem voltam, de nagyon szeretném megérezni, mert elvileg nagyon jó dolog. Együtt voltál a Krisával, azt, hogy te jártál a Szabó Krisával. Jársz a Szabó Kristóffal. Kristóffal, amióta megismertük egymást, azóta barátok vagyunk. Semmi több,
semmi kevesebb, csak barátok. És hogyha jól tudom, akkor körülbelül ők akkor jöttek össze a Mirával, amikor mi elkezdtünk barátkozni, tehát no way. Ennyi lett volna ez a videó, hát köszönöm szépen, hogy megtekintettétek, és remélem, hogy a következőben is találkozunk. Sziasztok!